szerelmes csókok, szívecskékkel és lufikkal díszített különleges dekorációjú padok jellemezték a Valentin napot és az azt megelőző hétvégét város szerte Hévízen. A tavalyi év sikere után a helyi vállalkozók idén is csókpadokkal kedveskedtek a város vendégeinek. A tavalyi évhez képest annyival más az idei rendezvényünk, hogy a tavalyi 7 csókpadunkkal ellentétben az idén 57 helyszínen várjuk a kedves fotózkodni vágyókat, nyilván a szerelmeseket, a barátokat, társaságokat, 57 különböző helyszín, a kereskedőtársaink, vendéglátósok, a hévízi polgármesteri hivatal, a tófüldő, a turinforidor iroda is csatlakozott az idei rendezvényünkhoz. A csókpadok mellett az egyedülállókra is gondoltak a szervezők. Az idei év újdonsága a szinglipad, ahol bárkire rátalálhatott, akár a szerelem is. A szinglipadot azért hoztuk létre, hogy itt lehessen rögtön ismerkedni. Kétféle cédulát helyeztünk ki, egy zöldet és egy rózsaszín. A rózsaszín cédulára lányok írhatják fel az adataikból egy pici adatot, a zöldre pedig a fiúk, ezt helyezik ott a táblán. Onnan aztán utána a szinglik jöhetnek és szemezgethetnek, hogy melyik tetszik és melyiket szólítják meg. Emellett a szinglipadnál rapid rondival és párkapcsolati és pártaláló coachinggal is segítették az arra járókat. Akinek már van párja, jól tette, de azt a párkapcsolatot is mindig ápolni kell. Minden kapcsolat, függetlenül, hogy párkapcsolat vagy családi kapcsolat, minden kapcsolat arról szól, hogy boldogok akarunk lenni. Tehát az a probléma, hogy csak akarunk lenni, az csak a mostba lehet, és ebbe segítünk itt történetesen ennél a padnál a szingliknek, akik szintén boldogságra vágynak, hogy hol keressék a boldogságot. Általában az emberek kívül keresik magukon kívül, és mégis szeretnénk megélni. Értjük ezt az ellentétet, ezt az ellenmondást? A boldogság igazából bennünk lakik, csak fel kell fedezni. A Hévízi Turisztikai Kft. Marketing és PR tevékenységgel segítette a rendezvényt. Emellett pedig két látványos padot is készítettek. Fontos, hogy azokat a hétvégéket is megtöltsük, amelyeket kicsit kevésbé frekventáltak. Fontos az, hogy ebben a februári időszakban a vendégeknek programot, élményelemet biztosítsunk, és szerintem ez nagyon vonzó volt, és nagyon kedvező a fogadtatása is. A fotóhelyszínek természetesen a város népszerűsítésében is fontos szerepet játszottak. Mindenféle új attrakció gyakorlatilag. Mindenféle új program vonzza, pluszba is vonzhatja az ide látogató vendéget, felhívja a városra a figyelmet, egy kiváló reklám lehetőség, kiváló lehetőség adott esetben a vállalkozóknak is, hogy megmutassák magukat, és hát azok, akik eleve is itt tartózkodnak, akár kura vendégként, vagy akár csak egy-két napra, ez egy plusz olyan program, egy olyan lehetőség, aminek ők örülnek és részt vesznek, leülnek, fotózkodnak. A csókok városában a hétvégén is sokan megfordultak. Szelfiztek akár párban, akár egyedül, kutyával vagy anélkül, egy biztos. A város hangulata a szerelmeseket is megigézte. Emellett a hosszú párkapcsolat titkát is megtudtuk. Mi rendszeresen randizunk, kettesben töltünk időt, elutazunk, most is kettesben jöttünk el, a gyermekeinkre vigyáznak a szüleink, úgyhogy, és ezt rendszeresen megtesszük a hétköznapokban is, a gyerekekre vigyáz a babysitter, vagy valaki, és mi elmegyünk egy vacsorára, egy moziba táncolni, ami éppen jön. Nagyon tetszik ez az egész így, ugye hát végül is a csókok városa. Nem csak kültéren találkozhattunk csókpadokkal. A Sziszi kávézóban például egy gyönyörűen dekorált asztalt alakítottak ki a szerelmes pároknak. A sütemények terén is a piros szín dominált. Minyonok és szívalakú islerek is terítékre kerültek. Egy nagyon jó kezdeményezés, mert nagyon sok vendéget ide lehet vele csalni, akár szerelmes párokat, akár frissen ismerkedőket, akár régi házasokat. A hétvégén tehát szerelmi hangulat uralkodott városunkban. A szelfikért cserébe pedig értékes ajándékokkal is gazdagodhattak a játékban résztvevők. A helyi vállalkozók további célja bővíteni a különleges dekorációjú padok számát. Így jövőre akár 100 padnál is csókolózhatnak majd a helyiek és a Hévízre érkező vendégek.